Jó napot kívánok! Nézzük meg a tegnapi félbehagyott játékunk hogyan ér véget. Tegnapi adást le kellett vennem nem nyilvánosba, mert nem, valamiért a YouTube nem tudja feldolgozni. Nem tudom, hogy Full HD-t miért nem erőt, vagy miért nem tudja feldolgozni, illetve nem is rakja ki a teljes streamet valamiért megjeleníthetőre. Fogalmam nincs, hogy mi történt vele, mert az adás akkor ment a levesbe, nem lesz utólag fent. Erre a 3 órából 2 percet engedett eddig visszanézni, az utolsó 2 percet. Szerintem ott volt valami X-er, vagy lehet, hogy idő előtt letöröltem a nyers állományt, de annak nem kéne, hogy gondot okozzon, mert ugye az elvileg nem befolyásolja ezt, de ezek szerint a YouTube szerint mégis, vagy én nem tudom, vagy csak ennyire lassú most a YouTube-nak az adatfeldolgozási rendszere, hogy a Full HD-kat amúgy sem szereti a YouTube. Na mindegy. Tegnap itt hagytuk abba, ugye, hogy Narvik nagyon messze van. És mi mindig azt mondom, hogy jó a terv, ez a flotta bezárás ebbe a tengerszorosba. Itt igazából önmagát zárt csapdába az angol flotta, de én még most így utólag este néztem egy kis filmet erről a hadműveletről, és Narviknál is fog állni egy angol flotta, nem nagy, de jelentős erőt képviselő flotta fog várni engem Narvik kapuiban is. Úgyhogy az eltérnésoké lesz a kulcs, vagy hát az eltérnésökön fog múlni szerintem itt rengeteg minden. És itt nem tudom, hogy kell mondani, meg Rani, meg Bronisand, nem tudom mi ez, mik ezek a nevek. Így gyaníthatóan lesz egy nagyobb francia vagy angol erő, vagy a franciák valahol lehet itt lesznek, és itt megint angolok. Ugye itt már partra szálltak, azt nem lehet megakadályozni. Minden esetre mi azért megpróbáljuk ezt megoldani, ezt a hosszú elnyújtott hadműveletet 25 kör alatt. Ami egy rohadt feszített tempó lesz, és amíg ez a flotta kötelék itt áll, addig ez nem lesz egy sétagalop. Most megpróbálok egy másfajta dekódolást a videókártyával. Hát elvileg holnap már az új videókártyám is megjön, hogy azzal tudok majd streamelni, talán jobb minőségű lesz általa a stream, vagy gördülékenyebb, vagy nem tudom. Nagyon gondolkodok rajta, hogy a procit is gyorsan még idén beújítsam. Talán össze fog jönni. Ha nem, akkor így jártam. Meglátjuk majd. Nem, az nem erőszak a proci frissítés, igaz, mert februárban vettem, vagy márciusban ezt a procit. De hogyha ezt el tudnám adni egy jó áron, akkor igazából a felét fedezni az új i7-esennek, és az meg ugye még jobb lenne, mert legalább a streamek alá a hardware adott lenne ezáltal. A szárazföldi erőkkel vagyok még mindig gondba. Most már itt a flotta. Felzárkózok közvetlenül ide a hegyi szorosban álló csapatok mögé. Így is fel kell tölteni majd ezeket az egységeket. Ez a mobil reptér, ez itt lesz nagy segítség, ahogy elnéztem. Tehát ez a legészakibb reptér, amit el tudok úgy foglalni, hogy
hogy odáig van minden hatósugara, tehát hatósugáron belül van egy repülőtér, tehát 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hexára van egy reptér, ami marha jó, mert tehát eddig a reptérig nem kell gondoskodnom, vagy hát nem kell a repülőkkel úgy dupla köröket futnom, ugye, hogyha bevetésre akarom őket küldeni, viszont itt ez már egy akkora távolság, ami legalább 25-28 hexa, és ide mindenképp kell egy repülőtér, egy mobil legalább, hogy legalább 4-5 repülőegységet rotációba tudjak ott húzni. És mindenképpen el kell foglalnom a hidroplán leszálló területet itt. A seaplane base-t. Ezt rakhatnák a tengerre is, igazából. Nem tudom, miért mindig ilyen tavakba rakják be a szárazföldre. Jó, mondjuk a logikáját értem, ugye, hogy közvetlenül ne tudjon oda befutni hajó. Még a legkisebb csónak se. Na, akkor folytassuk. Mindig elfelejtem, hogy ez nem stratégiai bombázó, hanem ez egy felderítő egység, ez a 88D1. Nézzük az ellenség körét, gyanítom még lőni fogja az egységeket. Most már nagyon meg vannak dolgozva bizonyos flotta egységei, de még mindig a szárazföldi erőimet nyomás alatt tudja tartani ebből a fjordból, ami számomra nagyon kedvezőtlen. Ami szerencsés fejlemény az az, Ez most hol volt? Valahol itt láttam. Itt. Tehát szerencsés fejleménynek tudható be. Ennyire el tudnak bújni? De hol? Nem látom azt az egységet, basszus. Azért hozzam vissza az SS-t. Azért nem fogom visszahozni az SS-t. Ezt a gyalogos egységet fogom utána küldeni. Á, itt volt. Ó, baszki. A lovassággal akkor operálunk. De a lovasság nem tud a hegyekben gyorsan mozogni, úgyhogy szerencsétlen 21. gyalogezredem vagy gyaloghadosztályon ez eléggé meg fogja sínyleni ezt a támadást. Hát ez van. Most ezt kell szeretni. Elnéztem, ugye ezt a headvonulatot láttam ennek. Nem van a pakliba, az ember nem ismeri a térképeket, amin a csaták zajlanak. Na, pakoljuk szét ezt a flottát. Úgy gondolom, hogy a nagy flotta egységeket fogom támadni, amik még nem szenvedtek nagyobb károkat. Ezt megsemmisítjük, és nem is tudta megsemmisíteni. Még az aknákat is fel kell szedni, hogy akadálytalanul tudjak mozogni. A másik akna vadászom az hol van? Mennyi üzemanyagod van? 122, az jó. A hidroplánokat visszavonjuk. Nincs értelme, mert le fognak zuhanni. Nincs értelme őket fölküldeni addig éjszakra, míg ott nincs egy olyan... Ez is hülyén van megcsinálva, mert csináltam volna olyat, hogy most a hidroplán miért nem tud leszállni egy városba? Vagy ott miért nem lehet feltölteni üzemanyaggal? Egy ilyen kikötőben, például. Na jó, ez megint szőrszálhasogatás, de hát akkor is. Jó, a berviket elsülyeztettük. Na. Azok a trombolók, tehát azokat majd először a felszíni hajókkal távolról ki kéne szedni. Addig szerintem nincs is értelme a nagy hajókat odavinni. Szoros együttműködésben fogom támadni az öblöt. Nem fogok különálló, ha csak nem, majd egy-két tenger alatt járóval egy északi gyors támadó manővert létre, vagy végrehajtani Narvik
ketten Arvik melletti öböl ellen. Szerintem kifizetődő lehet. Olyan tenger alatt járó kellene, ami például ez a hetes prototípus. Ez egy A variáns. Már vannak B variánsaim is. Ezt a szupli egységet gondolkodok, hogy megérje már most elkezdeni mozgatni észak felé, de a legközelebbi szupli depó az majd csak itt lesz fönn a francba, úgyhogy addig visszateszem a saját szupli helyére. Hát ezt a flotta egységet is elmozgathattam volna még a hadjárat elején, de most már utólag könnyű okosnak lenni. Nem tudom miért támasztom az asztalt, úgy fáj tőle a kezem. És vannak bizonyos gyaloghadosztályok, amiket nem merek elmozdítani délről, mert félek attól, hogy... Jó, akkor a vadászok itt nem fognak majd egyébként kelleni. Tehát félek attól, hogy... Gratulálok, Zaglova, ezt nagyon ügyesen és szépen megcsináltam. Lufttransport nähert sich der Abluftzone. Hát, most mondjam azt, hogy töltsem újra ezt a... Hát, baszki. Nem akarnám újra tölteni. Próbálunk minél nagyobb károkat okozni, ne tudják lőni. Halottnak a choke szindróma ismét. Áh, pont egy olyan egység, ami rommá fogja szedni. Jaja. Persze. Nincs is több stratégiai bombázóm itt. Hát egy, de ez... Nem valami nagy erő képvisel sajnos. Hülye voltam, mert támadhattam volna közvetlenül. Közvetlenül támadhattam volna csatarepülőkkel ezt a partizán egységet. Talán túl fogja élni az egység, ha nem, akkor így jártam. És ezek a legidegesítő veszteségek, amik ugye elkerülhetőek lennének, de az ember belefut. És itt ugye megreked az előre nyúlás azáltal. Nem is kicsit reked meg. Sajnos. Ezt a nehéz páncélos benhagyjuk a városba, most nem tudok vele mit csinálni. Mobil repteret azt hozzuk minél előbb. Valahogy megpróbálom talán azt, hogy a mobil repteret itt majd hajóra rakom, és az a baj, hogy rohadt messze van ez a terület. És nem szabad fölösleges köröket nem szabad veszteni, de én most pont azt csináltam. Ráadásul, hogyha a hegyi vadászaimat elvesztem, akkor nagyon szomorú leszek, és vissza fogom tölteni az állást. Mert... nem tudom, beállítottam a Reform Unitot. Ami azt jelenti, hogy ugye vissza tudom szedni ezeket az egységeket majd. De ugye csata közben nem lehet sajnos. Meg jó lenne. Mit tudnék még itt tenni annak érdekében, hogy... Megtámadjuk vadászokat. Á, de az a baj, hogy ez megint halottnak a csók. Jó, szerintem nagyjából meg is vagyunk. Tenger alatt járókkal egy kicsit előrébb megyünk. Kikerüljük ezeket a fránya aknákat, majd utólag. Utólag próbáljuk őket hatástalanítani. Szerencsém van, hogy nem azt a szállító alakulatot lövik. Ha
vagy hát szállító járművekre, de hát annak annyi is. Partizánok rá fognak ütni és meg fog semmisülni, úgyhogy fel kell állítanom majd egy új hegyi vadász alakulatot sajnos. Legalábbis nagyon úgy néz ki eddig. Meglátták a tenger alatt járómat. De egyre mélyebben nyomulnak be az öbölbe, ami nekem csak jó. Igen. Lehet, hogy nem is hegyi vadászt kellene. Lehet elérni őket. SMG-vel. Ez páncélosok ellen jobb. Ez az SMG is. Akkor viszont nincs értelme. Még nincsenek páncélosok. Mégis csak hegyi vadászok kellenének. De hát melyik semmisült meg? A kettes. A kettes hegyi vadászokat verték szét. Őket most ugye itt meg lehetne újra venni. Gondolkodjunk, hogy gránátosokat inkább. Olyan egység kell, amit nagyon gyorsan lehet szállítani, úgyhogy pálsim jégerek lesznek. Hát ezt le tudom itt rakni. Nem. Először megnézzük, hogy be tudom-e venni Trondheim-met idő előtt. Sajnálom, hogy ezt így elnéztem, de most nem tudtam már sajnos hirtelen jobbat kitalálni. Nem akarok visszatölteni, mert igazából nincs időm erre most. Hogy hajtsunk végre ugrást. Úgy, akkor ez megvan, ez a reptér. Ezzel a hatósugarunk jelentősen kitolódik. A vadászerőket vigyük is oda. A hegyi vadászokkal el is indulunk, ide páncélos trakunk. Megkockáztatom ezeket a támadásokat, most jelenleg nincs jobb lehetőségem. És az ejtőernyősökkel a következő körben már folytatjuk is az észak felé történő előre nyomulást. Minél hamarabb szeretném. Ez milyen egység? Taktikai bombázó. Stukával megdolgozzuk ezt a gyalogságot. A következő körben nagy érvágás lesz nekik. Ez romboló? Mindegy, az jó, hogyha egy rombolót tudtunk szétküldeni ott. Egyel visszavonulunk. Kezd beválni a terv. Nem tudom, hogy ezt a könnyű cirkálót mennyire volt kifizetődő oda küldeni, de hát ez van. És ezeket már a felszínen, itt, de úgyse fog tudni kijönni az ellenséges flotta. Tehát ezeket a tenger alatt járókat már a felszínen küldöm észak felé. Egy két romboló támogatásával. Tehát megosztom a flottát. Tehát kapásból az átkerülő, vagy az átkaroló manővert végrehajtó flottaegységek legészakibb szárnya az egyben nyomul is tovább. Mivel le fogom tudni fedni ezekkel a hajókkal ezeket a nyílt tengerre való kijáratokat. Vagy igen, a nyílt tengerre vezető kijáratokat, és akkor meg tudom azt oldani, hogy... Ó, itt még van egy romboló. Tehát meg tudom azt oldani, hogy ahogy ráhajlik a flottám erre a két tenger szakaszra, ez az öt flotta egység, ez kapásból tud is haladni észak felé. Ami rohadt jó egyébként, mert akkor egy kicsit dinamikusabb lesz tőle az egész hadművelet.
további része. Sajnos nem tudtam beküldeni támpótlásért. Még van egy tenger alatt járó, azt roham léptekben küldjük tovább. A partizán egységet felszámoljuk. Szerencsére a partizánok ellen a felderítőgépek is óriási segítséget tudnak nyújtani. Úgyhogy... lovasságot azt visszahagyjuk. Az egy gyorsan mozgó partizán pusztító erőként ott marad. Ugye itt a Rikon lovas, ezt majd tovább fogom fejleszteni szerintem rendes harcoló lovasságra. Mert nincs értelme különben máshogy. Ezt gyönyörű szépen megmondtam. Remélem... hát csak a hajót tudom lőni, de az is valami. Az a baj, hogy mindig be vagyok ide szorítva. De muszáj menni előre, mert ebben le fogok maradni, az utolsó egy-két kör az sokat fog számítani. Majd a vasúti szállítással fogom ezt a tüzérségi löveget, vagy tüzérosztályt előre küldeni, mert máshogy nincs értelme annak se. Ezt a gyalogságot meg itt hagyjuk egyelőre, itt a folyami átkelőhely előtt, a hídfő előtt. Azt mondja, hogy nézzük. Jó. Jó, hídvető. Ez milyen egységet akar? Ja, itt még... ez a baj. Nem akarok fölöslegesen preszt is költeni, az a baj, hogy mire az a tenger alatt járó újra a teljes harc készültségbe tudnám helyezni azt a tenger alatt járót, addigra annyira előre haladott lesz az éjszakon folytatott hadműveleteinek a fonala, hogy egyszerűen nem fog tudni érdemben beavatkozni a harcba, és azért nincs is értelme. Nincs is értelme tovább foglalkozni vele, igazság szerint. Tehát inkább akkor hagyjuk ott. És hogyha véletlenül megjelenik mondjuk egy ellenséges flott, a egység, akkor esetleg az ellen vessük be. És jobbat nem tudok hirtelen. Nagyszerűen sikerült eddig ez a terv. Itt még valahol biztos, hogy van egy anyahajó, ha csak elfelejtettem és elsüllyesztettem. Az, hogy behozta ezt a két hatalmas csatahajóját és kivonta igazából az érdemi nyíltvízi harcból, ezzel nekem óriásit segített. Tehát az, hogy csak egy nehéz cirkálója áll kint itt az öböl bejáratánál, meg csak a Rodney csatahajót hagyta itt, igazából a Ripus csatacirkáló az annak igazából annyi, kettes harcértéke van, ami ugye ebben a modban nem 20%-ot jelent, hanem 5%-ot, úgyhogy ez így rendkívül jó a helyzet eddig. Sajnálom azt az egységet, hogy elvesztettük, most megpróbálom, hogy hova tudnám lerakni a Farm Stream Jägereket. De még mindig csak ide, úgyhogy nincs értelme őket megvenni. El kell foglalni Trondheimet, hogy érdemes legyen velük foglalkozni. Pörgessük a kört. Ha szerencsém van, és nincs, akkor az a romboló az pusztulat. Sajnos. Rá fog ütni. Nem tud visszavonulni ugye az a romboló, és szét fogja lőni. Ennyi áldozatot meg kellett hoznunk. Ellenséges repülőerők is érkeztek Trondheim fölé. És nagyon hiányzik most onnan az a hegyi vadász alakulat, de ez van. Ez van sajnos. És ugye felhős az ég, ami azt jelenti, hogy nem tudunk valami nagy hatékonysággal támadni a hajókra, de mi azért megpróbáljuk. Megpróbáljuk a nagy hajóit minél előbb ártalmatlanná tenni. Gyengíteni legalább.
az ellenséges vadászerőket, vagy repülőerőket is leszedjük az égről, ha le tudjuk persze. Eléggé kemények ezek a gladiátorok, de azért egy Messerschmitt ellen nem sok mindent érnek. Mehetünk is nagyjából tovább. Itt annyi, hogy a csatarepülőkkel még hátrafelé segítjük a hegyi vadászok harcait. Lassan kifogynak a lőszerből. Feltöltjük az ejtőernyőseinket. Nem tudom, érdemes-e, következő körben eső lesz. Nem tudom, érdemes-e elmozdulni arról a pontról jelenleg. Na, akkor kezdjük meg a nagyobb csapásokat. Csapásmérő erővel. Hát te ki vagy? Ark Royal. De jó. Üdvözöllek, dicső lovag. Szép a ruhád, szép a lovag. Visszajhozott mondsz erre, és mi vajon a szíved terve? Ez a romboló, ez inkább csatoljon vissza ide. Ez is. Ott van a csapás mérőerő. Pusztítjuk az anyahajókat. Ez egy csali akar most ott lenni, könnyű cirkálós csali. Talán beveszik. Be vannak szorítva innen, nem fog tudni kijönni. Be kell venni tront helyemet, sürgősen. Az SSZ lesz a megtiszteltetés. A támadás kivitelezésére és a könnyű felderítő különítmény veszi be a várost. Azt nem tudom, hogy elbasztam, mert a kikötőt meg nem tudom elfoglalni. Viszont le tudom tenni az ejtőernyőst. Nem. De jó. Egyre jobb. Pedig muszáj lesz. Mobil repteret sem merem addig vinni, amíg... amíg az ott áll. Vagyis hát még olyan flotta egységek vannak ott, amik nagyon nagy károkat tudnának benne okozni. Főleg ez a Rodney csatahajó. És nem beszélve, hogy ebbe az öbölbe még tele van flotta egységekkel. Jó, elsüllyesztjük el ezt a ripuszt. Nem is sikerült elsüllyeszteni. Szenzációs. Na, Resolution nevű nagy csatahajó még nagy gondokat okozhat. Minden esetre mindent pusztítsunk el, amit csak lehet igazából. A nehéz páncélos, azt nem tudom, hogy mit csináljak vele. Páncélosokat lehetne szállítani lábon. Mennyi értelme van, az kérdés. Miért nem tud? Miért engedte ide lépni? Az el fog odáig érni vajon? Majd meglátjuk a következő körbe. Ez sem volt egy túl jó ötlet, ez a... tengeren szállított... lövészhadosztály elgondolásom, mert nem fog érdemben odaérni. Tehát inkább majd lehet, hogy itt a partizánok ellen kirakom valahol. Valamelyik kikötőben. Hát mondjuk nincs messze. Még 3-4 környi távolság. 25-28. Körbe talán eléri majd Namzoszt. És akkor talán be tud avatkozni. De
Még az is biztos, hogy nem. Ezt nem merem ezt a támadást megkockáztatni. Aha. Ó! Hát, hogyha ezt tudtam volna. Na végre, Trondheim szállán. Surrenders. Kockáztatunk. És akkor most nézzük meg, hogy le tudom rakni a falsi jégereket. És nem, bazd meg. De miért? Azért, mert még ott áll a flotta. Az a baj, hogy nem minél éjszakabbra kell őket. De itt éjszakon sem miért nem tudom lerakni? Nem engedi. Csak ezekben a városokban, ahol már áthaladt a parancsnokom. Jó. Akkor egyelőre nem veszünk egységet, megpróbáljuk ezzel megmaradt erővel végrehajtani egy darabig. Aztán majd később lehet, hogy itt éjszakon tudok venni még egy eltérnős különítményt, ami rohadt jó lenne egyébként. Persze. Mondjuk a bét az bejött, csak túl érzékeny veszteség lett belőle. Ez jó, ez a jó. Hát az benne, a tengeralattjáróba befejezi mondjuk. De miért nem merül le? Hát most próbál kitörni a fjordból. Megérezte a vesztét a szemet. Akkor azt csináljuk. Esik az eső. Hogy rombolókkal kéne lezárni ezt a sávot. Majdnem megszökött. Nem is tudom. Ó, jó, ez jó. Ugye erre azért volt szükség, hogy lássam, hogy... hogy hol vannak. Ezt az eltérnős egységet itt hagyjuk talomba. Itt. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy mivel vagy a tengeralattjárókkal próbált kitörni, ezért nekem is tengeralattjárókkal kell bemenni, hogy egymást ne tudják támadni lényegében. Jó lesz, jó lesz. Hát, vagy nem. Na, ezt leheljünk új életet ebbe az egységbe. Most támadni kell. Itt elérkeztünk egy olyan holdpontra, amúgy vagy gyorsan átlendülünk, vagy itt fogunk ragadni körökig. És ha sokáig ott ragadunk az ilyen helyzetekben, akkor az mindenkinek fájó pont lesz. Az a baj, a tüzérséget továbbra se kéne megkockáztatni. Nem sikerült, amit elterveztem sajnos. A stratégiai flotta ugye most nem tud sajnos beavatkozni, ami elég nagy érvágás egyébként. A stratégiai bombázóim tétlenek maradnak egy körig, az rendkívül nagy veszteség egy hadműveletben, hogy egy körig tétovaságra vannak ítélve. És egy tüzérséggel lőttük szét az enemy egyik legnagyobb páncélos szűkálóját, ami rohadt jól nézett ki. Na.
De megvan Trondheim végül. Akkor mindenki lábon menjen éjszakra. Ez a Bizon vagy Bison, ez egy marha jó egység. Rohadt lassú. Jók vagyunk. Hát tétlen gyalog hadosztályokat kell a partizánokra visszahagyni ugye, ugyan intakt hadosztályokat. Hát a hidroplányaimat addig visszahozom. Hát semmi értelme őket felküldeni zúgó esőben. Olyan időjárási körülmények között felküldeni, amikor a legközelebbi bázisuk csak majd itt lesz. Ja, úgyhogy. Veszélyes, veszélyes. Viszont a tenger alatt járók, ne felejtsük el. Ügyes, ügyes. Nem gondoltam, hogy így napközben tudok streamelni, de mégiscsak összejött. Igaz, hogy lehet, hogy ez sokkal rövidebb stream lesz, mint ami szokott lenni. Bár attól függ, hogy mikor lesz vége. Mert az a tervem, hogy lássuk a következő misszió elejét, hogy mire számítsak majd a következő játékban. Hát a rombolót a szétlőtte, ahogy illik. Remélem, kisüt a nap. Úristen. Nem egészen úgy alakul a helyzet, és kisütött a nap. Ó. Ó. Nem egészen úgy alakult a helyzet, ahogy az első felállásban szerettem volna, de nem is rossz a helyzet túlságosan. Az ellenséges flotta útját el fogjuk állni. Megpróbálta a tenger alatt járóit kimenteni. Ami majdnem sikerült is neki. Még szerencsé, hogy maradtak rombolóim, mert különben nagyon nagy veszteségeket szenvedtem volna el. És még így is egyébként. A felszínű flottának annyi. Már az ellenségesnek. Itt arra kéne odafigyelnem, hogy legalább a saját nagy felszíni hajóimat megóvjam, mert itt rengeteg rombolót veszítettem. És tudnék venni rombolót. Core egységnek. Méghozzá SS rombolót nem. Mondjuk egy 38-as Z osztályú rombolót tudnék venni 500 presztízsért. Én nem hiszem, hogy sok értelme lenne. Ugye itt még egy lehetőség van, hogy csata repülőgépekkel próbáljuk meg. Ez milyen submarine? T-osztály 36-os. Rohadék. Itt kell lennie még valahol, és pont ott állok fölöttem. Ugye ezeket csak csata repülővel lehetne támadni. És rohadtul kemények. Hát lehet, hogy
előbb kellett volna stratégiai bombázókkal megdolgozni ezeket a szerencsétleneket, de hát ez van. Na, itt kéne leugrani. Persze, hogy áll benne valaki. Ráadásul dragonyosok, ami azt jelenti, hogy ezek valami lövészek. Sőt, ezek hegyi alakulatok. De jó, egyre jó. Ez se egy túlságosan biztonságos megoldás, hogy a saját vezéri egységünket közvetlenül kitesszük a frontvonalba, de hát ez van. Keressünk aknákat a tengeren. Vannak még itt rombolók, csak kurva messze. Ez mondjuk nem ugye az a baj, hogy két olyan rombolót vesztettem, ami tipikusan tengeralattjárók ellen van. Ha jól láttam. Se baj, Tóbiás. Fogadjunk, még mindig nem tudom lerakni az ejtőst. Brandenburg 250 ér. Ez mennyivel tud többet, mint egy sima? Hát, sokkal többet tud. 140 a sima paratrooper. Vagyis Jäger. Az SMG-s, ami szerintem nem SMG akar lenni, hanem nem submachine gun akar lenni, hanem machine ever. Tehát ez a géppuskások, mert ott a géppuska. Viszont ez meg egy diverzáns alakulat, a brandenburgi... nem is tudom, mi voltak ezek. Igazából azt hiszem hadosztály voltak, de soha nem voltak sokan. Tényleg ilyen diverziós feladatokat láttak el. Őket megveszik. Hol le tudom őket rakni, nagyszerű. És már is a Brandenburg ezred nyomatja. Következő körben már visszük is őket a reptérre. Ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg... úgy. Két köröm, vagy három kör múlva le is tudom őket dobni valahol. Tehát ilyeneket bele kell kalkulálni. Tüzérség előre. Rendkívül nagy tüzérségi erővel próbálom majd támadni. Vagy támadni az északi hadműveleteket. És hogy mennyire lesz kifizetődő, azt majd meglátjuk. Most olyanokat lépek, amiket máskor nem biztos, hogy meglépnék. De... kicsit most a kapkodásom előjön. Sőt, már küldjünk vonattal is egységeket. Ide. Bizont is vonattal fogjuk. Ezt itt hagyjuk, ezt a gyalogságot. Hagyunk itt gyalogságot, mert sose lehet tudni. A lengyeleknél se láttátok. Hát sok mindenről nem maradtál le, igazából itt a flotta, amit tegnap este befejeztem, az lett, ugye a tengeralattjáróknak sikerült kitörniük ebből a völgyből, vagy hát völgy, öbölből, de a felszíni hajóit azt mind elpusztítottam az angol flottának, legalábbis itt Trondheimnél. Egyetlen egy ez a Valiant nevű csatahajója maradt itt. De hát ez is már csak 6-os értéken van. Hát a tengeralattjárók meg kifogytak a lőszerből. Itt elfogja őket majd ez a romboló, meg itt jön még egy romboló. Meg arról maradtál le, hogy... mondtam, hogy a YouTube nem tudta feldolgozni a tegnapi streamet jelenleg. Full HD-ba legalábbis.
És a 3 órás streamből 2 órát tudott kirakni, nyilvánosra, nem is értem. De azt levettem, nem nyilvánosba, várok vele 1-2 napot esetleg, hogyha úgy van, aztán akkor visszarakom, majd nyilvános, meg lehet nézni a Norvégia első felét. Ez mit tudom én, mi ez? Ja, hogyha erre gondoltál, mert ezt úgy kaptam a kampány elején, ez az első nehéz tank prototípus a Wehrmachtban, legalábbis egy ilyen felirattal kapom meg. Valahol meg is lehet nézni. Én ennyire nem foglalkozom ezekkel. Valahol itt írjám. Itt van. Ja. Multi-turreted. Heavy and slow. Propaganda célokból készült. Jó. Hát azért vetették be, hogy lássák, hogy van ilyen. De igazából lófaszra való. De páncélos ellen nem kell használni. De stratégiailag igazából semmi értéke nincsen ebben a kampányban. Egy kolonc igazából. Akár meg is semmisíthetném. De később majd ezt az alakulatot ugye ellátom más. Vagy lehet, hogy maga majd script fogja ellátni más tankot. Itt 5-öt írtak, ha jól láttam. De lehet, hogy ez a 6. vagy itt tudom, én nem tudom, hogy van. Meg ugye itt most már nem tudom, hogy akkor ez milyen ütőerőt képvisel 11-es értéke, hogyha 6 darab tank volt belőle összesen. Kill per losses 5/2. Ezt sose értettem, hogy ez mi akar lenni. Kill per losses 5/5. Egy csatában mennyit vesztett, vagy mennyit... Nem tudom. 27-12. Ez nem is... Ja... Lehet, hogy az lesz. 17-31. Ja, mert mondjuk ezt szitává lőtték. Jó. Nézzük a következő kört. Hát ez nem a legjobb így. Megint vesztettem egy rombolót. De már nincs lőszerük. Jó, ezek ilyen felújítottak. Long range, D2-es, 110-es. Mi a különbség? Ja, más a jelvény. Ez meg egy heavy fighter, D1-es. Hú. Kicsit bonyolult, kicsit összetett ez a mód, inkább úgy mondom. Szóval ezek a vadászok még egy körig kibírják itt fönn éjszakon, de tovább nem. Ezeket a tengeralattjárókat ide sikeresen beszorítottam, csak ugye az a legnagyobb szívfájdalmam, hogy nem tudom őket támadni más hajókkal. Csak rombolókkal tudnám őket támadni, az összes rombolom közül 2 maradt. És ha itt megnyitom ezt a részt, akkor a... Nem, könnyű cirkálókkal ezt a részt bezárom, meg tengeralattjárókkal. A nagy felszínű hajókat, meg itt a hátszélen... A hátvizen elküldöm éjszakra. Ezek a tenger alatt járók már nem zavarnak senkit. Lőszerük nincsen. Lehet meg kéne próbálni csatarepülőkkel elintézni őket. Még kevesebb vizet zavarjanak. Csak majd a rombolók talán befejezik a munkát. Szia, Levi! Ja, még mindig arra a tankról beszélsz, mert én azt már elfelejtettem. Igazából, amit nem használok én, az
nincs értelme róla beszélni, tudod, tehát... Abszolút nem látom értelmét olyan dologgal foglalkozni, ami igazából nincs kihatással, csak görgetem magammal, mert szeretem azt. Ez a Brandenburg, nem az Jäger. Szeretem, hogyha minden egységem lép egy adott körben, de ezt itt fogom hagyni Trondheimbe, ezt az egységet. Nincs értelme velük foglalkozni. Viszont a mobil repteret be kéne hajózni, ahogy elterveztem. Jó, hát akkor az úgy nem jó, mert ezt itt hagyjuk akkor vasúti szállításon. Nem tudok jobbat. Mindenkit feltöltünk a nagy támadás előtt, kivéve a tüzérséget, mert a tüzérséggel addig megyünk előre, ameddig nem szégyellünk, mert ki nem fogy mindenből, üzemanyagból legalábbis, aztán majd akkor feltöltjük őket. Majd később elindítjuk, vasúti szállítással elindítjuk a depó alakulatokat is. Lehet, hogy már most meg kéne őket indítani, de még egyelőre szerintem felesleges. Még mindig jön egy lövészhadosztály. Ez a tenger alatt járó, ez már halottnak a csókit. Ja, hát, dísz. Ez ilyen kirakat. Ez mindenhol megjelenik, ahol a Wehrmacht elhalad. Szépen bevonul, aztán annyi. Hát de azért a harcba avatkozott, mert egy egységet azért meggyepált, meg is semmisítette. Ezt az egységet már fel kéne tölteni. Jó, a vadászokat addig hívjuk vissza. Ugye a vadászoknak van a legkevesebb üzemanyag tartája, tehát a legkisebb hatótávolságú egységeink jelenleg a... Hát te ki vagy? Ó, de jó! Tudja támadni a tenger alatt járót. Tehát azokat kell mindig olyan repterekre mozgatni, ahol... amik legközelebb vannak a fronthoz. Jó, akkor zárjuk be ezt a kört. Ide már ne tudjanak visszajönni. Ez a két tenger alatt járó az halálra van ítélve, ettől félek, hogy ez megszökik valahol, de talán majd repcsikkel utolérjük, vagy ezzel valamelyik rombolóval. Na nézzük itt meg mi van. Aknazára csejtek itt valahol. Itt tuti lesz aknazár, ez az öböl, ez tuti el van aknásítva. Battlefield módban volt jó, hogy megoldották a az aknásítást. Bár ez egy sokkal nagyobb léptékű hadjárat. Ugye ott a teljes térképen 200 kóra egységgel. Vagy ja, valahogy így. És ott ugye egész hadtesteket szimbolizálnak, vagy nem is tudom, hogy hogy van. Érdekes. Ez így egy kicsit nekem mindig jobban feküdt ez a... Ez egyébként négyszer nagyobb térkép, mint az eredeti misszió. Egyébként... Ja, megint azt mondtam, hogy egyébként stratégiai hibát vétettem már ugye a hadjárat elején. Tegnap, aki itt volt, az látta. Mert nem véletlen az, hogy Lillehammer egy kulcspont. Tehát én megpróbáltam ezen az útvonalon kikerülve Lillehammert jönni, és látjátok, hogy ez mekkora tévút. Tehát nem elég, hogy még visszafelé nyugatra is visz. Ugye itt szálltam partra, tehát itt már nem kellett beavatkozás, és én mégsem Lillehammer felé jöttem el, amivel vesztettem legalább két kört.
Norvégiában, mezőn? Szedjél sokat a lónak. Biztos meg, biztos jó fog vele, sokáig el fog vele menni. A norvég hómezőkön. Úgy már, ja, te nem voltál itt, Levi. A YouTube nem akarta felrakni. Tehát a 3 órás live-ból olyan 2 percet rakott ki. És a HD feldolgozást egyszer nem hajlandó a YouTube megcsinálni. Pedig ugye 1080p-be ment fel a videó. Tehát nem értem mostanában a YouTube-ot. Tehát én felhagytam, de ha nem tudja, ha nem dolgozza fel, vagy volt valami hiba, ami ugye rajtam kívülálló hiba a stream alatt, és a YouTube-on onnan érzékelt, de akkor miért írja ki, hogy 3 óra 20 perc? Hát, hogyha hajlandó végre feldolgozni HD-ban, akkor kifogom, meg a teljes egész videót hajlandó feldolgozni, akkor kifogom rakni majd nyilvánosra, majd meglátod. Addig nem, mert nincs értelme, hát le kellett szednem, mert egyszerűen láttam, hogy tehát 3 órás live-ból fönn van 2 perc, és nem tudtam még annyit se csinálni, hogy legalább valami, hogy nem is írja ki, hogy mit csinál, hogy feldolgozás alatt. Nem egyszerűen kibaszta a 720p 60 fps-be, full HD-t meg lefelejtette, meg lefelejtett róla egy 3 óra videóanyagot. Aztán, hogy miért, vagy hogyan. Lehet, hogy a YouTube most pont így szarakodik. Na nézzük. Sűs fel, nap, fényes nap. Nem fogsz tudni megszökni, nem engedem. Ráment az ejtőernyőseimre a majom. De valamelyik nem ló, ja ez nem lóvontatás. Meg ez se. Csak ezek. Csak a közvetlenül a 105-ös, meg a 150-es. Ez meg SS egység, ez eleve gépesített. Meg ez is gépesített. Ja, fenn is volt, ma reggelig. Ma reggel vettem észre, hogy nem jó. Ugye tervben van, hogy fönnmarad. Mert minden előadást fönn szoktam direkt hagyni, mert tudom, hogy valaki utólag nézi meg. De mondom, nem, egyszer nem sikerült. Nem, valamiért YouTube-nak nem sikerült feldolgozni a tegnapi adást. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak nem tartja a családbarátnak, aztán letörölte, vagy nem. De ezt is el bírom képzelni. De nem kaptam róla értesítést. Ja, majd figyelj, de úgyis lesz. Szerintem újra fogom kezdeni egy nehezebb fokozaton egyébként. Csak ugye most eleve nyár is van, meg megint, ugye most volt egy szabad hétvégém. Úgy látom, hogy ezek. De majd most hétvégén is lehet, hogy újra kezdem majd. Egy nehezebb fokozaton. Habár, nem tudom, lehet, hogy nem kezdem újra. Figyelj, még ma nézzél rá, hogyha nem, ma se lesz fönn estig. Lehet, hogy azt majd külön felveszem. Igazából. Az a baj, hogy én hülye letöröltem a nyers fájlt, mert ugye az elvileg nem kell. A nyers fájl elvileg nem szükséges a... ahhoz, ugye YouTube már eleve feldolgozza. Ugye stream közbe. Vagy hát bekerül a... ugye felkerül az adatbázisába. De úgy látszik, hogy most lehet, hogy mivel túl hamar töröltem a nyers fájlt. De nem, már máskor is csináltam ilyet, és akkor se szólt érte a YouTube. Ugyanúgy felrakta a Full HD verziót teljes hosszba. Most valamiért meggondolta magát, vagy én nem tudom. Hát remélem, hogy estig hajlandó feldolgozni. Na, brandenburgiak, előre. Ti is. Eltörni az élet.
Hú, ott elfelejtkeztem, ott volt valami ellenséges. Ja, letöröltem őket, jó. Letöröltem őket az év voltról. Haladjunk előre, mert le vagyunk maradva, mint a borra való. Na, az SS-t már kéri is az üzemanyagot. Na, látod? Hol vagy izé? Miak mondják? József. A lóvontatású is van fuel, látod? Tehát azért figyeled, hogy mennyire részletes a mód. Tehát 100 egység takarmánnyal indulnak a lovak. A fogatolt train. Egyébként ez egy non-core egység és csak 75 mm-es, úgyhogy szarra se jó. De látod itt is? Tehát ennek például már csak 27 takarmány adagja van ennek a lovas fogatolt trénnek. De nem olyan egyszerű ám ez, mint ahogy te gondolod. Látod? És már csak 85 zabja van. Azt ismeritek, nem azt a viccet, hogy... Hogy is van? Elfelejtettem. Bemegy a ló... Nem. Vagy igen? Mit tudom, mindjárt eszembe jut. Nem, de lehet, hogy nem jut eszembe. Bemegy a ló kocsmába, és akkor... Jó, majd eszembe jut talán. Nem biztos. Jaj, ne ott, ott nincs út. Valami kocsmába, az a poénnek a lényege, hogy van abrakadabra, de... Ja, hogy kérek egy dabsört. Kérek egy dabsört. Jó, ezeket itt hagyjuk az Airfield-en, mert a tököm sem fog vele szenvedni. Nem, nézd meg, a hegyeken nem tudja magát átverek, a vonaton kellett volna szállítani őket. Hát azért mindenre nem, de majdnem mindenre. Ugye ezt ketten csinálják, két elég nagy múltú Panzerkorps modder. Összeálltak, mert úgy döntöttek, hogy mi a tökönnek csináljanak külön modokat egymás ellen. Meg egy, hát így is van mind a kettőjüknek saját módja. És ugye úgy döntöttek, hogy összedobják, amiük van. Igazából ez a grafikai beállítás például, ez már tegnap is mondtam, ennek a srácnak, ennek a PHK-sznak a grafikai beállítása, az AK Rebel nevű másik modernek a grafikai beállítása, az egész más, az úgymond realisztikusabb, de nehezebben átlátható. Úgyhogy ja, ezek mennek meg a bárány felhők. Na, hol vannak az aknák? Még nincsenek. Az eltűnős egységet addig ott hagyjuk. Ha csak a lovassást tudta őket nyomni. Megindítom a hidroplányaimat. Elérnek vajon odáig? Ugye ezek 100 nem tudom mennyi üzemanyaggal kezdik, de utána már te nem tudod őket feltölteni még egyszer annyira. Vagy lehet, hogy feltölt, csak mi nem értem rá, hogyan kell. Hídvető. Szerintem hídvető itt nem fog kelleni. Mert csak fjordok vannak. Hát. Megpróbál még megszökni szerencsétlen, de hát... Jó. Végülis 3-4 romboló elvesztésével úgymond kiütöttük az ellenséges flottát. És feltöltötte őket. Jó, lovassággal foglaljuk el. Ezt. Jó. Ezek milyen eltérés? Ja, ez nem eltérés, az a zaknaszedő. Szárazföldre is tud támadni. Az eltűnőseket egy körig visszatartjuk itt a reptér felett, bevárjuk a Brandenburgot is, ha megtalálom őket.
És mindig elbaszom ezeket, hogy rossz terepre küldök egységeket, de komolyan. Ez a motoros, ez azért nem tud haladni, mert szar helyen van. Ennyi a tényállás. Mi? Ez a bizon, ezt hagyjuk itt. Az SS megy lábom, vagy na mi az? Páncél... De hogy páncél, összebeszélek már minden. Tehát az SS-t, azt... tehergépkocsin szállítjuk. Na, a lovasság itt keresztül tud menni. Vagyis a lovas szállító. Ha a partizánok rájutnak azokra a vonatokra, akkor én nem tudom mit csinálni. Két romboló maradt összesen. Szerintem kevés lesz, de... talán a felszíni hajók meg majd a légierő segít. Jaj! Hát te ki vagy? Ja, te is ilyen izé... Mindenkivel nyomulunk előre. Játszunk. Ugye itt majd az utolsó reptér elfoglalásánál lesz kérdés, hogy mennyire gyorsan tudjuk oda mocorogtatni a mobil repterünket arra a pontra. Hát egyelőre nem védjük repülővel, mert miatt a kömnek. Ugye Norvégiában nem is szoktak a páncerkorszak, a páncergenerál missziókba páncélosokat használni. Hát én azért bevetek egy-kettőt. Ugye összesen 40 kór egységem volt. Franciaország ellen? Ja. Meglátjuk, hogy ott mi lesz. Hát az egy kicsit részletesebb. Na mindegy, szóval ugye meg lehetett volna azt lépni, hogy mikor elindul a kampány, a páncélosokat leépíteni és átszervezni mondjuk, vagy hát az ő helyükre ugye más hadosztályokat. Nagyszerű. Hát... nem tudom, hogy ő mivel foglalkozik. Milyen csató, vagy milyen tartalmakat gyár, de köszönöm szépen. Már itt is megy ilyen ez a raidelés. Szerencsé, hogy én nem látok ebből semmit, csak azt, hogy írtak, úgyhogy. Na. Meg vagyunk ebben a körben is. Ja, mit mondtam, hogy a hidroplánokat megindítjuk éjszakra, mert most már milyenk lesz a hidroplán leszálló bázis. Hidroplán feltöltő bázis. Na szóval ott tartottam az előbbi gondolatmenetben, hogy összesen 40 kor egységemet hoztam be Norvégiába, és ugye mit tudom én, volt 10 tank, vagy nagyságrendileg 10 olyan egység, ami igazából itt valami keveset ér. Tehát bizonyos helyzetekben ér valamit,
Már olyan, hogyha valami gyalogságot éppen el... Ja, az marha jó, mert én nem látok belőle semmit. nem jelzi ki nekem, ugye... Vagy csak lehet, hogy nem frissül, nem tudom. Hú, közben megjött az új videókártyámról a csomagküldemény értesítés. Hát egy 2060 GTX Super Gaming Overclocked Edition szereztem be. Ugye a régi kártyámat eladom, és így fele ára ér igazából, tehát a fele áron. Na, tehát a fele árát meg is tudtam spórolni ezáltal a kártyának. Ugye nekem annyira nem kell jó videók, 2080-ra nekem nincsen szükségem. Majd talán mondtam, hogy még a nyár végéig egy i7-est azért behúzok, mert most ez az i5-ös, ez ugye Red Dead Redemption 2-nél érezhető, hogy abszolút nem lenne elég egy streamre. Sőt, volt is olyan stream, ami konkrétan úgy kezdődött, hogy Red Dead, és hát vagy az OBS volt szarul beállítva, vagy én nem tudom, és teljesen szétoff volt a Red Dead az egész streamet. Jó. Léptem mindenkivel, úgy hiszem. Nem, itt még van. Ja, ővel csak nem támadtam. Veszpe, az a darázs, vagy az a veszpe az a darázs, nem? Ott is a felségjel, vagy hát a... Ez az alakulatjelvény. Ez a felségjelvény. Ez meg a fegyvernemi jelvény. Ez a három így. Ja. Marha jól meg van alkotva ez a mód. Na nézzük. Hú, ott ment valami hajócska. Egy Fisher boat, vagy nem is tudom. Jaj, zúgó eső. Nagyszerű. Töltsük fel az ejtőernyőseinket. És... Várjátok, ezek közül melyik a... Ez a bomba pusztító repülőgépezet. Ezek az ejtőernyősök, hol a Brandenburg, itt a Brandenburg ezred. Őket kapásból egy vadász fedezettel küldjük is északra. Nem megyünk nagyon előre, hát ha valami ellenséges vadász képezetek útunkat állják. No. Jó, stratégiai bombázó. Stuka, stukát feltöltjük. Vadásszal kimegyünk a nyílt vízre, megnézzük, hogy mi van. Ezzel lemerülünk periszkóp magasságra, kimegyünk a nyílt tengerre. Várjátok, egy kicsit újraindítom a tabletet, mert ugye még nem jött. A másik monitorom nem jött meg. Ezáltal... Tabletről kell csinálnom ezt a szart. És... És hát nem túl hatékony, na. Azt kell, hogy mondjam. Waffen SS. Mit csináljak veletek? Rakjam őket hajóra. Próbáljuk meg. Próbáljuk. Megpróbál. Jó. Nem tudom, tegnapi streamben mondtam, hogy ne vegyetek Huawei tabletet, mert egy fos. Az elején jónak tűnik, igazából. És ahogy múlik az idő, úgy kezd el egyre inkább belassulni a tud. De hogyha egyszer tényleg így észhez tér meg minden, akkor nincs vele nagy gond. Ki kellett volna rakni azt az egységet. Ja, ez meg rossz helyen van. Itt a hegyeken nem, a vasútvonalon a motoros nem fog tudni menni. Hadtestpara vagy hadseregparancsnokság. Jó. Az SS tüzérségét is utána kéne küldeni. Hát akkor itt ez vissza az egész. Hát a vasúti sineken, ugye az SS csinálta meg a Jugoszlávia elleni hadjáratban, hogy a
az SS bizonyos egységei egy vasútvonalon keresztül szállták, vagy nyomultak be Belgrádba, és egy kisebb, úgymond ilyen, igazából egy vezetési törzsnek a katonáival, vagy különítményével benyomulva a városba, elhitették a városvezetővel, hogy ez egy nagyobb egységnek az előőrse, és megadásra szólították föl, mert hogy bombázást kérnek a városra, és az annyira megijedt a polgármester, hogy kapásból el is fogadta. Ennek nincs értelme ezeket a tengeren szállított egységeket erőltetni. 16 kör van hátra, és olyan messze vagyok Narviktól, hogy az ember nem tudja elmondani, és mi csak itt van. Ez a szerencsétlen repülőtér, amit majd ide kell letennem, ide, az még csak itt jár. És Narvik még a fészkes fenébe van. Sokkal gyorsabban kell abszolválni ezeket az ugrásokat. Ráadásul esik az eső, úgyhogy nem tudok légi felderítést se normálisan eszközölni, mert most vagy az elterjedések fognak kihúzni a szarból, vagy nem tudom. Hát eleve rossz útvonal választásokat csináltam, tehát arra figyeljetek majd, ha ezzel a moddal játszatok, hogy ott menjetek előre, ahol lehet. Tehát például itt, most nézzetek meg, ugye mennyire kombinációs dolgokra épül az egész. Az rendben van, hogy itt van egy vasútvonal, de ahhoz, hogy gyorsan tudjál északra menni, Lillehammert el kell foglalni. Amik ilyen nehezebb csapatok, mint a tüzérség, meg a páncélosok, azokat úgyis vasúton kell szállítanod Trondheimbe, mert csak az egyetlen vasútvonal vezet oda. Viszont ugye közben az összes partizán ott fog állni a vasútvonalak mellett, és nem fogsz tudni mellette elmenni. Az ütőképes csapataid meg majd mennek ezen az úton föl, esetleg ide kéne egy hidászegység, de itt is tök mindegy, mert nincsenek lerombolt hidak, tehát simán át tudsz kelni. És itt, hogyha erre jössz át, és nem erre, akkor szétlőtt a hajó, az angol flotta. Ha viszont itt jössz, akkor a hegyeken keresztül vezető vasúti sínpáron kell átmenetelned, ami annyira lelassítja a mozgást, hogy hihetetlen. Tehát itt már, ja, és az, hogyha amit itt leraksz partra szálló erőt, az nem fog tudni elérni Trondheim. Tehát még Trondheim előterébe sem, mire megjön az angol flotta. Úgyhogy nagyjából basszattam is már az elején. Ugye megnézem az e-mailt, bocsánat. Csomagküldemény. Elvileg postán maradóra kértem, úgyhogy nekem kell majd érte elmenni. De hát talán nem lesz belőle gond. Ja, na, azt akartam csak kérdezni, hogy jobb valamivel a kép, mint tegnap? Vagy nem? Érzékelhető bármiféle különbség mondjuk a tegnapi képminőséghez képest? Nem biztos, csak most megpróbálom így elfektetve használni a tabletet, hát ha jobban látom a csetet is. Nálam még a kép is áll valamiért. Megállt volna a stream. Nem. Nem értem. Na most azt mutatja, amit én is látok, jó? Jó. Oké.
Kész vagyunk. Kör. 15 körön fog maradni. És csak Narvik, csak Narvikot kéne elfoglalni. Az a baj, hogy nem lesz időm befejezni a streamet. Azért hallgattam el egy picit, mert megláttam, hogy mennyi az idő. Francba. Mindegy, megpróbáljuk behúzni. Az SS. Ugye innentől fogva jó, hogyha van egy parton, vagy egy parton, egy partra szállásra felkészített egység, mert azonnantól kezdve bárhol partra tud majd szállni. Csak ugye az a kérdés, hogy van ennek időben és térben létjogosultsága, úgymond. Mert ha nem ér időben Narvik fölé, akkor nem sok értelme van az egésznek. Rombolókat viszünk éjszakra. Azt a maradék kettőt. Sajnálom, hogy ekkora veszteségeket szenvedtek, de nem volt más választásom sajnos. Mert hogyha tovább pöcsölök ott a flotta kimanőverezésével, meg hasonló, annyi még több időt veszítek, és az már megengedhetetlen ennél a hadműveletnél. A lengyel... most eldobtam majdnem. A lengyel hadjáratban meg olyan gyorsan rohantam előre, hogy sokkal nagyobb veszteségeket szenvedtem, mint amennyivel az a hadjárat abszolválható eredetileg. Tehát ezek olyan kicsik is, ilyen úgymond kulcsmomentumok ezek, mert nem is gondolnád, hogy mennyit számít az, hogyha mondjuk van adott a mód készítője adott a lengyel hadjáratra adott 40 vagy maximum 35 kört. Ugye Rommel nehézségre állítottam, ami ugye a Panzerkorszban az a médium nehézség körüli érték. Mondjuk akkor ad hozzá plusz 5 vagy 6 kört. Tehát alapjáraton van a lengyel hadjárathoz összesen 36 köröd. Ami azt jelenti, nem tetszik, ez az egész nem tetszik nekem amúgy. Tehát azt jelenti, hogy 35 kör van. Én a 18. körben már azon filóztam, hogy az oroszok egyáltalán bejönnek-e a csatába. Persze megjelennek így az utolsó egyharmadban, de addigra már szinte elfoglaltam minden érdemleges várost, már Varsótól keletre is. De azért nem értettem, hogy most mi a probléma igazából. Aztán később rádöbbentem, hogy nem szabad annyira gyorsan előre nyomulni. Ó, most meg belepörgettem a saját streamembe. Ja, így meg... Ja, mondjuk a tegnapi az nem lehet, mert nincs fel. Lehet, hogy azóta egyébként feldolgozta a drága látos YouTube. Egyébként erre a raidre visszatérve én ezt most nem értettem, mert én semmit nem láttam belőle. Tehát lehet, hogy itt se frissítette magát a tablet. Na. Rányabb a végom! Hogy van a Kelly hőseiben, amikor némette tárgyalnak? Csak annyi a dolgod, megfordítod a tornyot, és szétlövöd a bejáratot. Fuel, küldjük a fuelt. Azt írták a mód fórumán, hogy ezekre a dipókra rá kell állni egy adott egységgel. A mindig a megadott egy, tehát a fuel dipóra ezzel kell állni, a fuel transporttal. A muníció, az ammo dipóra a muníció transporttal kell ráállni, csak azt nem tudom, hogyha leveszem róla, akkor mi történik. Szóval ezekkel nem vagyok tisztában, és szörnyű ez a bizonytalanság érzés, hogy nem tudom, hogy
tulajdonképpen mi történik, hogyha egy adott egység lemozdul egy adott helyről, vagy vice versa, ugye? YouTube-on nem is lehet trédelni. Csak így, úgy, hogy menjetek át. Na. Várjatok, 1, 2, partaszál 3, 4, 5, 6. 6 kör az azt jelenti, hogy a 34. körre nagyjából ide valahol le tudom tenni a mobil repteret. És az még mindig Narvik hatósugarán kívül van, tehát ide kellene letenni valahova. Leginkább ide. Vagy ide. De a hegyek lábához, nem, az már közel. Bár minél közelebb annál jobb, de ide akkor elég lenne erre a partszakaszra. Vagy erre a kis szigetre. Nem tudom. Ennyi az idő. Hú, basszus. Ez egy időgyilkos játék. És időgyilkos mód. Ezt fogadjunk, hogy van légvédelem valahol, csak mi nem vettem észre. Valahol itt lesz. Érzem. Vagy lehet, hogy itt pont Narvik előtt. No kérem, alásson. Ezt most át kell gondolnom, várjuk egy picit. Ez Narvik, értitek? Ez Narvik, itt. És csak itt vagyok, ez már csak 15 kör. Jó, hát akkor próbáljuk meg azt, amit ilyenkor szoktam csinálni. Hát feljel kell menni a falnak. Nincs mese. Jön ő magától, nem kell ő neki, nem kell nekem a falnak menni, ő maga jön a falnak, basszus. Ráadásul egy kórpáncélos. Ezek valami király... Oh, gratulálok. Az honnan kell... Na ne! Melyiket lőtte rommá? Jó, sima. Hát, kurva nagy mákon volt, azt kell, hogy mondjam. Lufttransport nähert sich der Abwurfzone. Hatókörön kívül, ő még hatókörön belül. Jó, hát akkor ezt a farm simjégert ide le kell dobni, sajnos. És ott meg is fog semmisülni. Bár visszavihettem volna... Még hatókörön belül van. Hát ez most hülyeség volt. Elhamarkodtam ezt a lépést, most a szerencs... Várjatok, ezt visszatöltjük. Ez nagyon ritkán látok tőlem ilyet, de ezt most vissza fogom tölteni. Egyébként... Ja, így is mondhatjuk. Egyébként ez a tegnapi kifagyás, vagy tegnap előtti kifagyás... Ez... Ide dobjuk le az egyet. Erre... Nem kaptam érdemben választ, mondhatjuk így. Tehát... Valamiért, hogyha utászokkal akarok aknamezőt a lengyel hadjáratban felszámolni, akkor random kifagy. De tényleg, ilyen olyan, valamikor kifagy, valamikor nem. És mondom, nem kaptam rá választ, úgyhogy nem is tudom, hogy van-e értelme vele foglalkozni. Ez a mobil reptér? Nem bazd meg, ez az SS. Hol a mobil reptér? Mi csak ott jön, bazd meg. Hol tettem őket? Nem, ez a... Itt tettem po... Itt... Nem, itt.
Itt? Jó, megpróbáljuk őket majd szárazföldön szállítani ezen az úton. Na itt meg mi a tököm legyen, várjatok egy kicsit. Az lesz, hogy stuka mukával megbombázzuk a várost. Hát, ja, mindegy. Elég el van baszarintva, ugye ez. Ez milyen város? Ez a Mosjoen, ugye Mosjáon? Azt mondtam, hogy falján legyünk a falnak, úgyhogy menjünk is akkor gyorsan. Előtte azért tüzérséggel bújítsuk meg a népeket. Ez milyen egység? Ja, ez egy királygyalogság. Azért olyan kemények, basszus. A norvégok azok, norvég partizánokat még csak-csak kiűzzük. Nincsen olyan gyalogságom, amit be tudnék vetni. Mert ugye minden gyalogságot küldtem, valakit a tengeren, valakit itt-ott. Mindegy, azért van itt gyalogság, megjöttek a jágerek. Megjöttek a vadászaim. Nehéz tüzérséggel is pújtjuk. Mindennel pújtjuk, ami csak van. Az a baj, nem tudok mivel támadni. Nem baj. Aknaszedőket kiküldjük a tengerre. Melléjük adunk egy vadászfedezetet. Palm egy fejnek, így van. Így van ez. Nem olyan rossz ahhoz képest. Itt az ammó dipó, amit nem foglaltam el, az meg egy fuel dipó. Várjatok, mert én meg melyiket raktam? A fuel. Hol tudom kiszállítani? Majd ott van. Hol van? Ott. A fuel az ott van fönn, tehát ebbe a városba kell beraknom majd. Viszont akkor az ammót azt meg majd korábban, azt meg majd itt kell kitennem, és akkor az majd lábon szépen eljut odáig. Jobbat nem tudok. Na hol van az SS? Mert azt már ki kéne rakni lassan. Az a helyzet, hogy az SS-nek a tüzérségét is vele kellett volna küldeni. Megint elfelejtettem a hajókkal lőni őket. Sabaj Tobiász. Nem lőjük őket. Minden nagy felszíni hajó egyet lő, aztán megy tovább néz. Jó, mondjuk így most már látom a fényt az alagút végén. Mert ugye azt kell itt majd megpróbálni, hogy szó szerint a hajóágyuknak a fedezete alatt vonulunk Narvik előteréig, és ott hirtelen rácsapunk egy elég nagy masszív erővel az ellenséges állásokra, és bevesszük. Valahogy így gondolom, de aztán hogy így lesz-e, vagy nem, azt mondom. Minden stratégiai bombázat küldünk északra, fel lettek töltve. Nagyjából veszteségek nélkül vészelték át a harcokat. Ezt a vadászt is felderítjük. Ez egy felderítő, nem? Ja. Franciák. Szabad franciák. Hegyi hadosztály. Ez gyalogság. Egy hadosztály. Királygyalogság. Jó. Fasza. Egyre jobb. Remélem ezek a hidroplánok elérnek éjszakra.
ilyen is nagyon volt, hogy csak a stratégiai bombázó nem tudott támadni és lépni egyszerre. Szerintem jók vagyunk. Hát, sok intak gyalogságot nem tudom, hogy mennyire kellett volna meghagyni délen. Tehát most már ott hagytuk őket, nincs mese. Még egy utolsó gondolat. Gondolat átgondolás. Nem is tudom, hogy mondjam. Nem, basszik, nem akartam nyomni. Ha előbb elkezdem lőni, na mindegy, nincsen ilyen, hogy ha. Háborúban meg pláne. Még van 14 kör. Mit akar azokkal a halászhajóival? Ugye... Vissza kell hoznom az ejtősöket, és le kell dobnom őket a saját ejtőernyő... Az R35, hát a franciák átszállították hajóval. Hát lehet, hogy ez most nem a legrealisztikusabb része a módnak, de ez egy független tank század igazából, úgyhogy ne gondolj sok páncélosra. Figyelj, egy kisebb teherhajó simán át tud vinni pár R35-öt szerintem. Na, derítsük ki, hogy mi áll akkor itt, jó? Hogy mennyi aknazár van itt még az öböl előtt, mert ugye tuti, hogy van. Egy kapásból, oké. Ez egy 9-es típusú U-65-ös U-hajó. Tenger alatt járó. Nézzétek meg, hogy ez lemerülve tud lépni 4 hexát. Periszkóp magasságra merülve. Ez a kicsi szar, ez is. Akkor ez ugyanakkor a hatótávolsága? Akkor miben jobb? A harcértékben biztos. Jó, mindegy, hát lépjünk vele. Egyszerű, örülök. Jönnek már az aknaszedők, szerencsére nem hanyagoltam el őket. Az a baj, de csak az egyik van itt. Menjek el a két ejtőernyőssel Narvik előterébe és ugorjak le, vagy ugorjak le velük itt a hegyekbe. Hát elsőre a hegyeket választom. Viszont akkor itt mentek egyet. De végigviszem ezt most már, csak azért mentettem, hogyha véletlenül nagyon benéztem volna akkor. Na várjátok, hol volt a... Itt a reptér. Itt kell partra szállítanom. Az egy, Egy kör. Két kör, míg partra száll. Három, míg eljut idáig. Négy, öt. Nagyjából öt kör, mire ide eljut a mobil repterem. És az nagyjából a hatósugárhoz elég lesz az utolsó 10-9 körre. Hely, bazzeg. Rémes. Rémes. Ez az egy mákon van. Hogy a stratégiai bombázóim még velem vannak. Szinte tényleg veszteségek nélkül tudták hozni a kötelezőt. Azért puhítom most csak, mert tudom, hogy nem tudok nagy veszteséget okozni a gyalogságnak, de legalább a beásottsági szintjüket egyel tudom rombolni minden egyes bombázás alkalmával.
De a Stukát nem mutattam meg, nem tudom József, neked nem mutattam meg, hogy hogy lehet átállítani a Stukát ilyen zuhanó bombázó funkcióra, ami rohadt hasznos egyéb iránt. Mikor rög a székem is, vagy ez a billentyűzet tartó? Most még megint félek a partizánoktól. Ez a Rikó lovas? Ez az, mert a harcoló lovasságot azt lehagytam. Itt is látjátok, ez egy vasút. Ezen, ne, ezen csak hegyi vadászok menjenek. Mert különben nagyon ráfaragtok be. Nem is tudom, melyik modban volt külön hegyi vadász üteg. Tüzérüteg. A, azt hiszem, az der andere wegbe. Hát, ja. Jó, ez lehet, hogy kár volt, na mindegy. Ezzel az egységgel nem bíbelődünk, viszont akkor a hadsereg parancsnokság az utca neki előre. Jó, ez eddig jó. Jó, vezér is menjen előre. Fölény az maradjon itt, vagy bivaj, vagy nem tudom mi a pont németül. Ebben mindig furcsálottam ezt, hogy van ez a bizon. Ugye azt igazából bivajnak szokták fordítani. De tulajdonképpen az valahol bölény. Nem? Na. Ez mi is? Ó nem, hát ez nem az. Várjátok, ezt elnyomtam, nem néztem meg. Ez a fuel. Ez kell ide majd. Ugye nem tudunk máshol leszállni, csak vasútállomásokon, úgyhogy csak városban lehet leszállítani a vasútról az egységet. Ezt sem érzem feltétlenül jónak, vagy logikusnak, de ez már csak szőrszálasogatás lenne, ha ilyenekbe belekötnék egy ilyen móddal kapcsolatban. Néha szoktam undózni, nem... Nagyon idegenkedek tőle egyébként, de valamikor muszáj. Jó. Hát egyre inkább maradnak le ugye bizonyos egységek a támadás élétről, vagy élétől. Ugye többek között a páncélosok. De pörgessük a kört. 12 köre lesz két ejtőernyős hadosztálynak végrehajtani azt, amit a valós történelemben legalább nem tudom milyen hegyi vadász, meg milyen desszant erővel támogatott csapatok hajtottak végre. Na, ledobom. És még a, talán a hadjárat végig ez az ejtőernyős csapat is oda tud érni még egyszer. Vagy nem? Jawohl, Herr Kommandant. Na nézzük. Jó, mobil reptér. Megdolgozzuk őket a felszíni hajókkal. Első körben. Az a baj, még mindig rohadt messze vagyok. Ez mindig az SS? Az hát. Hát őket már csak narrik előtt fogom kiszállítani abból a desszant csónakból, vagy partra szálló hajóból. De az igazából nem part, nem desszant csónak, mert csak egy sima szállító gőzös. Vagy akár dízel is lehet. Nem értek ezekhez a... Szeretem ezeket a háborús dolgokat, de valahogy a tengeri része az soha nem tudott igazán megfogni. Nem tudom miért. Érdekeltek egy időben, de csak úgy... De csak így felületesen ezek a hajók, meg a minden. De aztán valahogy el is maradt. Ott van az akna. Előbb kellett volna mocorogni. Jó, itt most direkt nem undózok, mert... Nem akarok. Ott van, jó van. Gondoltam, hogy valami lesz még ott. És gondolom itt is tele van aknával. Vagy valahol itt van a flotta. Marha jó, marha jó, marha jó. Jó. Tüzérség zárkózik fel, egy páncélos a parton.
Még egy tüzérség záródik el. Még egy tüzérség. Még egy tüzérség. Még... Kicsit orosznak érzem magam, ennyi tüzérség láttam. Ott test, hogy hadseregparancsnokság előre. Fölény, azt marad itt. Ez mi ez? Ez te jössz ide, szépen. Fuel transport, nagyszerű. Akkor te meg lábon mész az ammódipóba. Páncélost feltöltjük. Ezt maradsz itt, még egy tüzérség előre. Lóvontatás, úgyhogy le van szarva. Jó. Valahol itt még volt egy egység. Ezek a lövészek, ezek egész hadjárat alatt szerencsétlenek, ott tengődnek a tengeren. De most majd partra adom őket, talán nem lettek olyan túlságosan tengeri betegek. Nincs olyan lemodellezve, úgy nem tudom minek beszélek ilyeneket, csak úgy szeretek róla ilyenek hülyeségekről beszélni. Jó, nagyjából meg vagyunk. Ez még tud is mozogni. Ott is egy akna, jaj de jó. Kell az a mobil reptér, de nagyon kell. Mert nem fogják bírni a stratégiai bombázók sokáig a terhet. Ráadásul ott most már... Itt van egy légvédelem is. Gyanítom, hogy ott is akar maradni. És látjátok, pont nem ér haza. Nem, tehát ez az idegesítőben, hogy egy kör elveszik, mert pont nem ér haza az egység, aminek haza kéne érni. Se baj, Tobiás. Ez Rico? Ja, hogy az ott állt eredetileg is. Jó. Ez prototípus, azért nem tölti fel. Úristen, ez mi volt? Jó, egyelőre maradunk ezen a felálláson. 32. kör következik. Nem lépett az ellenség? Kicsit állítok a mikrofonon, ne jegyetek meg. A Brandenburg ez egy rohadt ütőképes csoport. Nagyon jól meg tudják magukat védeni repülőgépek, meg tankok ellen. Viszont a gyalogság ellen nagyon védtelenek. Ejtőernyősök. Lehet, hogy most hülyeséget mondtam. Hát végülis igen, mert gyalogság ellen csak kettes az értékük, de viszont ha ők támadnak gyalogság, akkor 6. Egy sima ejtőernyősnek viszont ugyanennyi. 6, 1, 5. Ja nem, mert tankok ellen is jobban védettek a Brandenburgiak. Rossz aknazárat szedtem ki. Vagy nem? Talán nem, mi? Valamiért van egy olyan érzésem, hogy itt már le kéne menni periszkópra. Aha, ez mindjárt lezuhan ez a gép. Na nézzük csak! A hegyi vadászok meg tudják kerülni ezt az egész állást. Marha jó. Ezt a lovasságot kapásból visszavonom ide. Nincs értelme őket oda tenni. Na, ez szopó lesz. Ez, ha valami, akkor ez. Ordas nagy szopás lesz. Nem csak nekem, nekik, az ellenségnek is, de hogyha ezt nem tudom 2-3 kör alatt a lehető legkisebb veszteségekkel leküzdeni, akkor tulajdonképpen ennek a hadjáratnak búcsút is mondhatok. Az SS-t itt akarom partra tenni. Bodó kikötőjében.
Attól félek, hogy ki fog ütni rám valami flotta. Onnan a zöbölből. Egyelőre jók vagyunk. Ó, itt még van egy flotta egység. Na hol van? Á, itt. Ó, hiszen itt elég gyorsan tud haladni. Még? Hova? Mit mondtam? Hova kell nekem lerakni? Ide valahova. Jó. Hát az egy... Mennyit tud lépni? Négyet. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három és négy. Három kör. 35. körbe ér oda. Ez kurva sok. Nagyon sok. Rendkívül sok. Jó, hát a levegőbe tartjuk a stratégiai bombázókat, addig nem térnek haza, amíg ezt a bevetés hullámot be nem fejezik. Ó, bazd meg, és egy messzerem már is ment a levesbe. Jó, levegőbe tartom, aztán 15. Megnézzük a következő körben, mennyi üzemanyaga maradt. Ugye fel is hívja maga a mód a figyelmét az embernek, hogy úgy tartsd a levegőben az egységeidet, hogy nehogy belezuhanjanak a tengerbe. Hát nekem a szárazföld fölött is sikerült lezuhanásra bírni egy-két egységemet. Ó, de ne jó. De jó, de jó. Oké. Okay. Lehet, hogy azt fogom akkor csinálni, hogy ezeket azt mondtam, hogy kiteszem. Nem tudom, hogy egy vadászt érdemes-e megmenteni. Most őszintén, tehát... Most, hogyha kifogy üzemanyagból, mennyi egy vadász? Mondjuk egy D1-es messzer. 360 prestige. Azért egy 360 prestige... Az már nem kevés, na. Ugye itt úgy van, hogy mindig azokat az alakulatokat, amik számozottak, azokat a legújabb gépekkel tudod csak megvenni. De ami le van rakva, azt meg tovább tudod fejleszteni. Mindig egyel. Tehát most T1-eseim vannak, ugye közben bejött a D1 variáns, és mindig fel tudom húzni az adott gép típusra az egységet, tehát a legfrissebbre. Megpróbálom azt a vadászt megmenteni. Hol van? 15 fuel, jegyezzétek meg, hogy 15 egységnyi üzemanyaga van, és itt van a mobil reptér. Akit pedig idáig kéne elhúznom, de hogyha nem tudom megmenteni a vadászt, akkor itt le fogom telepíteni. Hát itt az a baj, itt nincs értelme letelepíteni azt a repteret. Tehát itt saját magamnak adtam egy ordas nagy pofont. Tényleg. Olyan, mintha magamat popoztam volna fel. Szó szerint. A 360 prestige, akkor is 360 prestige. Már ezt is vissza kell vonni. Még szerencsére hadó és üvágó. Mindegy, megkockáztatom, nem érdekes. Nem arról van szó. Ugye itt majd az kell majd, hogy ezeket a core egységeket minél nagyobb hatótávolságú verziókkal ellátni szerintem. Főleg az én játékstílusomhoz is inkább az illik, hogy hosszú ideig levegőben tartom a gépeket. Akármennyire is szeretem a bevetés alapú légierő rendszerét, mint a Panzer 2-ben, a Panzer Corps 2-ben, de ez van. Csak kimutatta a fog a fehérjét a szemet.
9. Még egy kört kibír. De hogyha most nem szállítom partra, akkor nem tudom. Le fog zuhanni. Ráadásul egy elég komoly egység. Na jó, hát ez. Ugye sata anyahajóm nincsen, venni már nem is tudok. Aircraft, de tudok baszki. 2000-ért. Vegyek gyorsan egyet. Hova tudnám lerakni? Nem mondod. Vegyek 2000-ért, ha... Az akkor se ér már oda. Á, értem. Pedig meg tudtam volna venni 2000-ért a gráfspét. Jó, mindegy. Hopp, egy flotta, még egy flotta. Repülővel, figyelj. Én nincs ott senki. Benne állnak ennyire a fjordba? Nem mondod. Ott vannak ja. Az mi? Ez norvég hajó. Partvédelmi hajó, beszarsz. Ez? Ez egy könnyű cirkáló. Az Aurora. Könnyű cirkáló. Ez is egy könnyű, ez a Penelope könnyű cirkáló. Hát akkor barátaim. Farkasfalka on. Itt még nem a farkasfalka elvileg, vagy már igen? Nem tudom. Hú, de sajnálom azt a vadászegységet. Mi? Zeppelin? Az nem. Ez anyahajó, te. Zeppelin is van valahol bombázóba. A lengyel hadjáratba kapsz egyet. Vagy felderítőbe. De hát a Grafspé az nem Zeppelin. Vagy a... Ja, hogy ez a Zeppelin. Ja, értem. Akkor... Ja nem, én... bassz meg... Tudom, mit mondasz, ja. Én a Grafspé az volt, ami elsüllyedt a Laplata torkolatba, összekevertem a kettőt. Ja. Graf Zeppelin, igazad van, ja. Ez... Majd sírni fogtok, de van... Megnéztem a szkenáriókat, hogy milyen csaták vannak. Lesznek olyan csaták, szerintem a hajatokat befonjátok rajta. Tehát annyira elmebeteg ilyen, úgymond alternatív kampányok lesznek ebben a módban, hogy tényleg sírva rögés. De jók, tehát nem azért, mert rosszak, hanem tényleg lehet, hogy szükség lesz erre a Zeppelin anyahajóra. Az a baj, hogyha én, valaki azt mondja, hogy Zeppelin, én egyből a léghajóra gondolok, és nem tudok elvonatkoztatni. Ez ilyen rossz beidegződés sajnos, és azért keverem össze mindig. Mert a Grafspé volt ugye, aki azért ezt megkockáztassam, azt ide lépjek, és akkor lezuhan. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Pont annyit tud lépni, annyi füvelje van. Ez mindenképp lesz van, ez egység. Megpróbálom azt, hogy ide lépek. Ez már lesz van, ezt majd újra veszem ezt az egységet. Ugye nagyon oda kell figyelni erre, hogy itt, ahol nem maguktól térnek vissza a vadászok, meg a repülők, a repterekre, itt nagyon figyeljetek oda mindig arra, hogy legyen megfelelő üzemanyagjuk a visszatérésre is. Én egyébként ezért megértem ezért pont azoknak az álláspontját, akik a Panzerkorps 2-t
nem igen szeretik régebbi Panzer Corps, meg Panzer General játékosok, mert nagyon sok olyan dolgot elvett a játékból a Panzer Corps 2, amit szerintem nem is szabadott volna. Azt hiszem, hogy szabadott volna fordulni a fejükbe, hogy azt elvegyék a játékosoktól, de ők úgy gondolták, hogy például a modern játékok fő ismérve a 3D-s grafika az mondjuk fontosabb, mint az, hogy mennyire részletes egy hadi játék. Ugye mindannyian tudjuk, hogy egy hadi játék ugye nem a grafikáról szól. Legalábbis azok a hadi játékok, amik nem is a fiatalabb korosztályt vannak hivatva megcélozni, hanem tényleg a mi korosztályunkat, ezt a 30 pluszos régi 90-es években fiatal gyerekként páncergenerálozó korosztály az, akit meg kéne, hogy célozzanak ezek a hadijátékok. De ő szerintük az a mentalitás, amivel ez a játék rendelkezik, ez már például nem tart akkora érdeklődésre számot, hogy játékként megérje kiadni. Hát szerintem ez hülyeség, mert hogyha jól csinálsz valamit, akkor mindig lesz egy stabil vevőköröd, aki majd elfog. Tehát nem a lét minimumon, de meg tudsz majd élni. Ezt miért hoztam ide? Miért nem az eltérnéseket? Hú, de fájt ez most nagyon fájt. Jobban fájt, mint a vadászgép elvesztése, de komolyan. Diszkör. Ó, azt hiszem a Brandenburgnak annyi. Csak megpróbálja. Rombolókat hozott. Egy romboló, két. Akkor a farkasfalka turükköl egyet. Az benézted, hapsikám. Brandenburgot azt majdnem megfingatták. Tartsuk ott. Hú, már most félek ettől, hogy mik vannak ott. Esze. Kellett ez nektek, öcsém? Parancsolj. Egyél. Most lehet. Tűz. Hú, ezt úgy bírom ezt, amikor így kiadod a tűzparancsot, tényleg így túl megjelenik a célkereszt, kiírja 0-4. Deal, tool, cheat, chat, kész. Ennyi volt, tengeri csata első fázisa. Csak leseget az AI. Egyébként lehet a Panzer Corps-ot is multiba játszani, meg lehet a Panzer Corps 2-t is, meg a Commander the Great War-t is lehet multizni. Játszottam a multit, az csak e-mailbe lehet sajnos abba. De az se rossz. Meg szerintem ebbe is csak multizni lehet. Vagy na. Lezuhant. És még nem. Ó, ne! Ne! Nem jól csináltam. Mennyi üzemanyag van? 3. Tehát, hogyha mozog egyet, akkor abba a körbe... Nem fogom tudni megmenteni. Egyet. Itt már pirosban van. Ide leteszem, 2-t nem fog tudni lépni. De majd mindjárt kiderül a következő körbe. Induljunk el hátra, mert... Be fogunk zuhanni mind a szar. Nézzük meg, mi van Narvikba. Semmi. Nem mondod. Nincs ott semmi. Ó, hát akkor miért voltam ennyire befosva tőle? Ki tudja mi? Tűz. Ja, hát meg ezek az átdolgozott kitüntetések, ezek még jobbak. Artillery. Combat Badge. Ugye... Tehát harci cselekményben való részvételért kapták
másodosztályú vaskereszttel megtámogatva ezt a kitüntetést. Ha jól mondtam. Tűz. Óta Mária. Na. Azért. Meg átállított a páncélvadász módba. Azt hiszi, hogy kifog rajtam. De... a tüzérség megkeni azt a légvédelmet, így van. Lehet, hogy a felderítő lovassággal kéne az utolsót, így. Nem jó felderítő lovasságot előre vinni ennyire, de nem tudok most jobbat kitalálni. Sőt, szintiszta felderítő csapatokkal operálok a fronton, tehát ami nonsense igazából. Jó, a hegyi vadászok nem, azok ütőképes erők, de... azért itt a végső támadást azt mégiscsak a felderítők vitték be. Mindenki nyomuljon előre a francba, a vezér is. Jó, ja, ott a páncélos, azt meg el is felejtettem. Ezért nem szeretem azt, hogy az egyetlen legnagyobb hibája szerintem a páncélkorpusznak a körülményessége bizonyos helyzetekben, illetve logikátlansága. Majdnem kimondtam, hogy a logikája. Szóval ez az egy, amit nem nagyon szeretek benne, az összes többi része az rendben van. Tehát az, hogy például miért nem lehet bizonyos egységeknél, most nem azt mondom, hogy minél úgy kéne lennie, hanem... tehát bizonyos egységeknél jó lenne, hogyha... ha egy azon körben mondjuk le is lehet telepíteni, mondjuk mint a mobil repteret például. Na, azért csak van ott valaki. Egy norvég hegyi vadász, hogy szakadna rá. Jó. Ez mi ez? Königsberg osztályú, akkor az Leiterkreuzer. Lichter? Nem tudok németül, úgyhogy ne akadjatok fönn azon, hogyha mondjuk a Lechtert vagy Lech... nem tudom, ezt hogy kell mondani? Én tanultam németet, de sokkal többet tanultam angolt. Lechter? Nem tudom, nem, utálom az idegen nyelvű kiejtést. Érdekes dolgok vannak benne, az tény, tehát hogy megvan minden nyelvnek a szépsége, mert nem lehet azt mondani, hogy a német nyelv se lenne mondjuk szép egy bizonyos szinten, meg az angolban is vannak olyan szavak, hogy én szerintem nagyon szép maga kiejtése is, a leírformája is, meg minden. De akkor sem tudok megbarátkozni sok mindennel. Ilyen hangalaki dolgokkal. Várjatok, eddig megvagyunk. 1400 preszt is. Most remélem majd jövő hét, vagy a héten, meg a jövő hét végéig rá fogok jönni pontosan, hogy ezek a depók hogy működnek a játék, vagy a módban, mert piszkos üregesít még mindig, hogy nem tudok rájönni. Jó. Na nézzük, 35. Szegény Brandenburg, pont az az alakulat, aki a... jó, hát meg is hiába lövik. Na, azért ott kapott rendesen. Megint jön itt. De hogy ez a norvég flotta lenne? Ó, van ott erőcsém, van ott. Hát csak 8 köröm van. Emlékeztek, mit mondtam? Lezuhant. Picsku! Majdnem sikerült megmenteni szerencsétlent. Nem ez volt az. Mert az a pikkász volt. Ez meg az 54-es. Jag Geschwader. Az lezuhant. Végig a poraira. És nem is jelzi a Reform Unitba, hogy elvesztettem volna. Mert ebbe a körbe zuhant le, ugye a következőben elvileg már ott lesz.
Jó, hát ez van, majd veszek helyett egy másikat a következő körben. Újra feltöltöm. Nem baj, legalább ez a reptér... Mondjuk akkor ezt a repteret most elhamarkodott raktam le, de teljesen mindegy, mert itt vadászfedezetről már nem kell beszélni. Itt a stratégiai bombázók még megoldják majd a maradék helyzeteket. Meg a flotta, talán. Egy. Kettő. Ezt a tenger alatt járót, ezt kivonjuk. Nagy hajó kéne. Aki még nem lőtt. Az. Tenger alatt járó. Ez mi ez? Most veszem észre, hogy itt mindig kiírja, hogy milyen egység. Én meg mindig keresem, hogy milyen egység. De például ez miért kapitálship? Hát azért hülyeségeket is kiírni, hát ez egy sima, könnyű cirkáló. De neki az már kapitálship. Mert ezért mondom azt, hogy teljesen más az angol meg a német. Ja azért basszus, mert még áll két nagy hajó. Tehát teljesen más az angol meg a német ilyen... Mi ez? Minek mondják ezt? Osztályozási rendszer. Tulajdonképpen a flotta egységek között. Na, gyerünk ezt azt mondani, ti vagytok az utolsó reményem, basszus. Nem mint hogyha az eltérnősök nem állnák a sarat. De hát azért mégiscsak na. Mindenki nyomuljon előre. Az is aki nem lát. Ja, most hozhatom a szuplit délről. Hát nem tudom, van-e még értelme. Várjatok. Elhozzuk. A tüzérség ezt szépen befejezi nekünk. Jó, ez már maradhat itt. Hadsereg parancsnok. A saját karakteremet ezt nem viszem tovább. Ettől féltem ugye, hogy a stratégiai bombázók pont arra fogynak ki, mire elérnék az ellenséges flottát, de hál' Isten, még azért van egy-kettő ütőképes alakulat, ez meg le fog zuhanni. Egyelőre ide mozgatom, hogy talán nem zuhan le. Nem akarok több repülőegységet veszteni, megmondom őszintén. Egy nagy ható távolságú bombázó, én meg itt tárolgatom, de hülye gyerek. Jó, hát ezek már csak ilyen területvédelmi egységek maradnak. Ezt az eltűnés egységet még lehet bevetem, nem biztos. Meglátjuk. Végül is szépen összejött a tervem arra a kombinált hadműveletre, amit terveztem tegnap este. De nem vagyok teljes mértékben megelégedve egyébként ezzel. Tehát a semminél több. És mindig ott meg, akkor a flotta basz. Na nézzük. Persze. Persze! Mi az a... Most lesz komoly. Úgy néz ki, hogy komoly. Meg is gyalázták rendesen. Szegény ejtőernyőseimet, de a Brandenburgot legalább nem lőtték ebben a körben. Na nézzük, meg tudom menteni ezt a stratégiai bombázót. Ez meg, jó, ez még, ez jó. Úgy, ó, nem jó helyre léptem, bocsánat. Ez, látjátok, ez az a kapkodás, ezt ne csináljátok soha. Ugye ez a mobil reptér csak a fölötte lévő egységet tölti fel üzemanyaggal, tehát nem olyan, mint a rendes nagy repterek? Repterek?
Ez jó van. Pont most fogytál ki te is üzemanyagból, mi? Jó, na akkor teljesítsük be a sorsát néhány felszínű hajónak. Egy, ezt vonuljatok vissza, mert nem akarom, hogy megsemmisüljetek. Kettő. És akkor fejezzük be, amit elkezdtünk. Látjátok, ezért jó a 9-es osztályú búvárhajó, mert az oda kell neki, az akkor ott vége is. És mindig van neki... Az... mi az? Jó, azok már csak destroyerek, de még mindig van itt egy könnyű cirkálója. Viszont a rombolók ellen csak úgy tudom megvédeni, hogyha előrehozom a könnyű cirkálót. És mondhatni, kész vagyunk. Aknazár már nincs, vagy szerintem legalábbis remélem, hogy nem lesz. Hát ez pont nem jött össze. Tüzérséggel kéne felzárkózni, csak ugye pont a fogatoltat kellett volna előtérbe helyezni. Ha jönnek is, jó van. Mert ők nem kérnek enni, úgymond. Jó, már csak a hadsereg parancsnoksággal fogunk előre menni, mindenki mást ott hagyunk. Á, nem ér oda. Vissza hátra. Várd, a szuplit akartam feljutatni ide éjszakra. Meddig jutsz eladni? Remélem már nincsenek partizánok. Partizán vagy, vigyél el innen. Vagy hogyan van ez a nóta? Azon filózok, hogy legközelebb a hegyi vadászaimat fogatolt szállítással fogom ellátni. Mondtam, jobban fogok vele járni. Meg most még azon filózok, hogy vajon ez a mobil reptér el tudja látni üzemanyaggal ezt a stratégiai bombázót? Mert ha nem, akkor újabb egységet veszítek. És nem is jelent meg a repülőgép, ami lezuhant. Azt nem lelőtték, hanem az tulajdonképpen meg egy időhullám, vagy hát egy anomáliába került. És akkor azt újra meg tudom venni. Nem veszek egységet, majd csak a másik pálya elején. A pikkász. Ott, ez az egység. Ez semmisült meg. Kurva élet, pedig jó kis egység volt. Sajnálom őket. Én minden egységet sajnálok, amikor elvesztem. És azért van az, hogy megpróbálok úgy játszani, hogy minden egységet megpróbálok életben tartani a következő hadjáratban. Ó, itt már E3-asok jönnek. Na, hadlám. Nem, lezuhant. Lezuhant. Hát, tehát azt is elvesztettem, azt a gyönyörű egységemet, azt a... Na jó. Tehát ez a stratégiai bombázókat nem tudja fogadni ez a reptér. Egyezünk meg, és nem is lehet switchelni. Lehet, hogy később lesz olyan reptér, ami majd tud switchet. Ja? Ja, hogy ja? Azt mondja, Scuttler. Ennek igazán érő. Mondhatni szívből. Az SS beveszi a repteret, bevenné a repteret, ha nem állna benn az a szájba rágott páncél... Nem páncél, hanem... Légvédelem átállítva páncél elhárító tűzre. De a hegyi vadászok majd megtanítják őket kesztyűbe dudálni, vagy nem. Úgy néz ki, hogy nem. Semmi baj. Mert eljön még a te időd. Ez milyen mészárlás lesz te. Úristen.
Ezeket most sajnálom kicsit. Azt... Ezt nem kívánnám senkinek, de most tényleg. Ez, ami tüzet most kapnak, ezek a szerencsétlen, beszorított hajók. Jó, hát ők is lőttek engem, nem? Most... üttek vagyunk igazából. Remélem. Jó. Tehát, hogyha egy helyben állok egy vadásszal, az 6 üzemanyag egységet fogyaszt. De ha mozgok... nem ér, nem. Vannak olyan logikái ennek a játéknak, amiket nem értek a mai napig. De nem, most nem azt mondom, hogy ettől most rossz lenne, vagy valami, csak... Valamit nem tudok ésszel feldolgozni. Már úgy... meg tudom érteni, csak feldolgozni nehéz. Na, hol a szupli? Eddig jutott el az előbb? Jó, nem van még délen, basszus. Hol tudnám a legközelebb kirakodni? Itt az a kérdés. Itt a depója, itt. Az azt jelenti, hogy ide nyugodtan elkül. Nézzük át még egyszer. Mi zuhan le, meg mi nem. Ez nem. Ez se. Ez se zuhan még le, de ott már piros, úgyhogy a következő körben már el kell indítani vissza. Ja, mondjuk itt lesz repterem, előbb-utóbb. Ha minden jól megy. Itt van a bázisa egyébként a hidroplánoknak, szóval nem lesz gond. Csak már előre bepánikoltam egy kicsit. Jó, a motorost már nem erőltetjük, mi a tökömnek nem kell. Sőt, vissza is küldjük egyet. Mert ezt a kikötőt használni szeretném majd. Legalábbis a torpedóval feltölteni az U-hajókat. Hát azt a légerőt meg talomba hagyjuk is. Olyan veszteségek értek. De a légierő miért nem jelenik meg? Lehet, hogy nem is kóreegységet vesztettem, vagy... De, hát a vadászom az tudja, hogy kóreegység volt. Azt lemerem fogadni. Jó, utolsó körök. Nézzük meg még Franciaországot, aztán úgyis készülődök. Mert most már 3 órája megy ez a szar. Vagy mennyi. Nem... mi? Mindent elkövet a játék egyébként azért, hogy... ne tudjam gyorsan befejezni. Persze. Ahogy gondolod, bazd meg. Csak takarod már ki onnan. Na végre. Na most a repteret valahogy meg kell tartani, aztán akkor nyert ügyünk van. Hát nincs más hátra, ugye támadni fölösleges, tehát most megint eljutottam arra a pontra, hogy megint minimum 2 körig hátráltatva vagyok. Na, ez hogyha összejön, akkor benyalok. Már magamnak. Mondjuk így könnyű. És ugye még meg is tudtam volna azt is oldani, hogy mindent elfoglalok, de tényleg mindent. Hol vannak az ejtjén? Csak az előbb gépre raktam őket, nem?
Már le is ugrottam velük. Nem. Nem, hát itt raktam őket gépre. Ja, hogy nem raktam őket gépre. Jó, oké. Jó van, Zaglóban, nagyon ügyes vagy. Akkor marad így. Nézzétek meg, ki volt írva, hogy 1-8 és Rodgeret kapott. Látjátok? Erről beszéltem tegnap. Tehát semmi garanciát nem ad a játék arra, hogy valóban az fog történni, amit az előzetes számítások alapján látsz. Be lehet állítani azt is, hogy olyan legyen, csak akkor mi értelme játszani a játékkal? Tehát ezt sose értettem. Pont ez a véletlenszerű random chess, random kockadobás jellege az, ami miatt én nagyon szívesen játszom ezzel a játékkal a mai napig. Tehát ez valami olyan varást kölcsönöz neki ez a randomitás. Mert ugye tényleg van olyan, hogy mit tudom én, most egy egység megembereli magát hirtelen, aztán ugye jobban harcol, vagy bármit el lehet képzelni. Ugye itt ilyen történeteket lehetne kreálni, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Hol a szupli? Itt van? Hova kell vinni? Várjátok, itt láttam valahol, ja ott. Na, ezek meg itt maradtak. Jó, na. Nem is nagyon pörgetek már, vagy nem is nagyon erőltetem a támadást bizonyos egységekkel, nincsen. Ja igen, ezt néztem be az előbb. Tehát, ugye amikor egy repülőtér fölött megjelenik a fehér hexa, az jelenti azt, hogy az a reptér utána is tölti azt az egységet. És ugye a stratégiai bombázónál nem jelent meg a hexa, tehát nem töltötte új, és lesz van. Jogy. Nem baj. Majd az a lényeg, hogy itt, ebben a módban a stratégiai bombázókat nem szabad elhanyagolni, mert különben rábaszol. Ezt garantálom. Mert nagyon hasznosak. Főleg azért is hasznosak lettek volna, hogyha most több norvég várost porik bombázok, akkor sokkal kevesebb presztízsem maradt volna itt a végére, és nem tudott volna egységeket lepakolni. Mert az, hogy itt ezeket az egységek itt megjelentek, ez mind annak köszönhető, hogy még maradt annyi presztízse, hogy tudjon új egységeket venni. Mert nem tud támadni, beszélsz. Ugye most azért nem kavockát ledett, mert nem jó fajta egységgel bombáztam. Meg ráadásul másinak meg, amivel kellett volna bombázni, meg nem volt lőszere, szóval. Ez az, amit én katona lettem volna valahol egy háborúba, ez lenne az, amit szerintem én már idegsokkot kaptam volna az első 5 percben. Gondolj bele, hogy így benn ülsz a városba, egy házba, és ott csak közvetlenül egy ilyen 20 kilométerről a tengerről elkezd szólni a hajóágyuk tüze, és így hallod, hogy lőnek, és rá egy percre meg rádomlik a ház, és meghaltál véget. Kész. Hogyha nem haltál meg, akkor majd melletted a társaidat szét. Jaisten, ugatnak a kutyák, mint a muszáj lenni. Mindegy, mert a végén vagyunk. Remélem, hogy be is tudjuk fejezni. Én már itt nem nagyon mennék bele fölösleges támadásokba, kiméljük a presztízst, meg az ember életet. Hogyha lenne valami cél, amit még el kéne érni, akkor ezt behúznám, de így teljesen felesleges bármit is szerintem. Tehát még azért ilyen saját magam által felállított célokat behúzok, hogy mint hogyha elég sok szuplit kaptam volna, ugye? Vagy ezt is, hogy elfoglaltam ezt a depót. Na igazából ezek azok a célok, amiket érdemes ugye végignézni egy térképen, hogy mik azok, amiket érdemes elfoglalni plusz presztízsért, amikért érdemes oda küldeni flotta egységet, vagy szárazföldi egységet, vagy légi erőt. Mert 6 fuelt veszít álló helyzetbe a gép. Ott valahogy mégis ki tudtam húzni még egy darabig.
Fejezzük be. Már nem tudom, hova jönnek. Ezért jönnek. Megpróbálnak még egy ellentámadást foganatosítani, úgymond. Ezt a lovasságot ezt visszahúzzuk. Hajóknak annyi. Ja, nekem már csak a város kell. Én nem foglalkozok addig azzal a légvédelemmel. Hadd már meg magad. Na végre. Kész. Izibat, Narvik, Vermák, Führer. Narvik. Miért nincs vége? Még van egy város. Az rendben van, de miért nincs vége a játéknak? Nem mond nekem, hogy valahol még el van foglalva. De vége van, jó? Na kérem. Impressive campaign Norway, impressive. German protection. Vital trade vision. It is good to see you here in Aachen, Herr General. Your skills will truly be put to the test in Operation Fallgelb, von Manstein's plan to attack against the Low Countries. As you may know, there is a lot of talk among certain generals that this plan will achieve nothing but a panzer graveyard. Prove them wrong and gain him as a powerful friend. Your primary objective is to break through the defending French, British and Belgian troops to reach the English Channel. High Command believes we can push all the way to the White Cliffs of Dover themselves if we are able to capture our objectives quickly enough. Utilizing the Ardennes Forest, you may be able to bypass the Maginot Line and smash the enemy lines at Sedan. This potentially risky strategy should allow you to outflank and encircle some of your more difficult objectives. All of Germany is united behind you in this endeavor. Do not disappoint us, Herr General. Akkor ezért írták a módkészítők, hogy vegyek papírt és ceruzát az elején, mert itt olyan koordinátákra dobálózik, hogy ezeket öröm lesz majd fejbe tartani, hogy mit vár tőlünk a játék, vagy a mód. Train drove straight through the Dutch maze line. Línie. Línia, vonalzó, hogy leaving the surprise. Szóval 256. gyalogos harosztály. Küldjem oda gyorsan vonaton. Ervi Rommel, 7. páncélos. Ghost Division. Take the airfields near the... Take the bridge near Rotterdam. Near League. Unload the panzers. Attack on all fronts.
Napi parancs. Beszarsz. Historical coordinates. Mi van? Core units head general. Jó, tehát... Jó. Jó. Civil transport. Aha. Vége lesz ennek valahol? Na, vége lett. Uram, Isten. Jó, gyorsan mentsünk. Nem nagyon hiszem el, amit látok. Az a helyzet. Tehát ez... Én értem meg minden. Tehát ez... Ez eszeveszett. És őszintén, nem? Látok, ez... Ez harcoló egység. Ez a Rikón egység. Ezt meg kéne szüntetni. Vagy valami keményebbel ellátni. Mondjuk... Mivel azért itt elég nagy páncélos tudsz lesz. Cli. De olyan kéne, ami gyalogság ellen is jó. Mondjuk ez. De ugye... Ez csak ötöt tud lenni, hogy lép. Nem tudom. Na, jó, csak nézzük át, hogy mit tudnék fejleszteni, aztán én megyek is lassan. Például egy 11. infantry, de ez még a 39-es, tehát nincs is értelme. Itt már vannak 40-es gránátosok. Ja, meg egyébként is lehet, hogy valamit gránátost kéne átfejleszteni majd. Vadászokat sajnálom, mert... Két... Ja nem. 11, 21, 21. Két 21-es vadászunk van. Akkor őket 40-es gránátos rátunk. Vagy van számozott gránátos egység? Csak Gross Deutschland. Erre átnyomjuk őket. Upgrade. Hát is jó. És akkor mindjárt megvan a Gross Deutschland halosztály gránátosokból. Ez vadász. Nem tudom tovább fejleszteni. Most hát... Nem tudom, megéri-e. Ez az SS, mert nézzük meg, hogy az SS tovább lehet-e. Schützen 39, második SS, harmadik SS. Ez a Totenkopf lesz, igen, ez meg a Death Reich. Birodalom. Jó, egyelőre nem, a vezér, ezt nem tudom, ez prototípus még mindig, nem tudom, hogy a Panzer 2 ez milyen prototípus akar lenni, még miért nem lehet fejleszteni, ezt, ennek a logikáját nem tudom átlátni sajnos. Ez mi? Ez egy Panzer 1C. Akkor lehet, hogy adjunk neki egy Panzer 1D-t, az első páncélosokhoz. Ja, hogy abból kettő van, első Panzer Division. Ez is az első Panzer Division, meg ez is. Jó, akkor ennek adunk mást. Nem, mondjuk ez így most hülye jött ki. Nincsen más számozott egység. Fokámozott. Ötödik Panzer. Harmadik Panzer. Ja, az, hogy nem mutatja, hogy olyan, látod, már olyanunk is van. Ez a második Panzer Division. Ja, nem tudom felfejleszteni, mert nem mutatja. Ez a szopó az egészben, hogy... Ugye adott páncélos egység adott páncélosokkal rendelkezik, és nem lehet továbbfejleszteni különben. Tehát, hogyha jobbra akarod, mondjuk. Ezeket
ezt az egységet, ezt Panzer 3-osokkal fogom ellátni. Ötödik, így. Majd 4-est még múl veszünk. Van valami, hát jó, azt meghagyjuk, a motorkerékpárost azt meghagyjuk. Viszont akkor ezt állítsuk át, szerintem erre. Erre. Ezt nem lehet fejleszteni, mert ez egy prototípus. Ez egy 105-ös... Ja? 400-ért. Szarsz. 79. Mondjuk ez már barátibban hangzik. Ja, jó. Srácok, én ezt, de most nekem már nincsen időm, sajnos. Maradjunk annyiban, hogy én ezt akkor lementettem. Innen fogjuk folytatni, nem tudom, hogy mikor. Lehet, hogy csak szombaton, este, lehet, hogy a hét közben valamelyik nap. Holnap biztos nem, mert holnap ugye megjön a videókártyakhoz, beszerelem. A régit meg ugye postázom, meg elmegy az idő ezzel-azzal. Úgyhogy az maradjon akkor a holnapi nap. Lehet, hogy egy hónapig megint nem leszek, nem tudom, attól függ, mennyi időm lesz, meg mennyi kedvem, de ezt a modot, ezt érdemes lenne streamelni egyébként. Csak nem ilyen hosszú etapokban. Kicsit szerintem lehet, hogy rövidebben. Vagy máshogy. Kicsit. Lehet, hogy nem szabadna ennyi kört beleölnöm egyetlen játékba, meg egyetlen streambe, mert a végére ugye az embert annyira eltompítja ez a játék. Tényleg, tehát ez nem ilyen üres frázis, hogy ez tényleg, ez annyira ki tudja csavarni az embernek az agyát egy ilyen 4-5 óra után, amikor már sokat gondolkodik meg, sokat, nem is gondolkodik, mert ez nem az a fajta gondolkodás, ami úgy Isten igazából, hanem az, hogy szellemileg tényleg azért fárasztó tud lenni, ez a sok csavarás, csűrés, csavarás, kombináció, ez meg az, azért csak fárad az ember, ez nem egy kód. Bár a kodnál meg a szemünk fárad, meg a kezünk, ugye itt meg inkább az agy fárad. De jól néz ki ez a mód, nekem továbbra is tetszik. Kíváncsi leszek, hogy ebben a misszióban, ebben a nagy hadjáratban mennyire fog kifagyni az utászok által támadott aknamezőnél a játék. Remélem, hogy nem, csak merem remélni, hogy nem. És hogyha belegondolok, akkor ezután jön, ez még csak a... Tehát ez a villámháborús rész, ez a Holland-Belgium, és akkor az Ardeneken való áttörés. És ugye nincs benne a Maginot vonal, mert attól északra vagyunk, ott a Maginot vonal az valahol itt lenne, ugye? Itt van a Sedan, ugye itt kell átkelni majd. Tehát ez a kulcspont. Itt a páncélos erők hogy fognak átkelni az Ardeneken. Meglátjuk. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!